A Sóstói Múzeumfalu 2020. augusztusában alapította meg az Erdés Sándor díjat a Skanzen első igazgatójának emlékére, ezzel is tisztelegnek munkássága előtt. A díjat olyan személy kaphatja meg, aki az intézmény érdekében, annak szellemiségével és célkitűzéseivel kapcsolatosan kiemelkedő munkát végez. Ez lehet a múzeumfalu munkatársa vagy támogató külső személy, intézmény vagy szervezet. Az első ilyen díjat Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató kapta, aki 40 éven keresztül gazdagította a Sóstói Múzeumfalu gyűjteményét és emelte szakmai munkásságát. A muzeológia alapja a tárgygyűjtés. A tárgygyűjtés, és ezen kívül nem csak a tárgygyűjtés szeretném elmondani, hanem nagyon fontos, és Erdés Sándor elve is az volt, hogy a tárgyakat ne csak összegyűjtsük, hanem akár állandó kiállítások, akár időszaki kiállítások keretében be is mutassuk. Tehát nem öncélú ez a tárgygyűjtés, a hagyományos paraszti kultúra tárgyainak összegyűjtése, hanem a célunk az volt, hogy minél szélesebb közönség ismerje meg. A fiatalok, akiknek teljesen új ez a világ, másosorban pedig az idősebbek, akik még emlékeztek benne, éltek ebben a hagyományos paraszti társadalomban, és számukra nagyon sokat jelentenek ezek a tárgyak. Az elismerést egy egyoldalas mázas kerámia plakett teszi kézzel foghatóvá, amelyben a Sóstói Múzeumfalu korábban áttelepített a Narcsi ház utcafront felőli homlokzatábrázolása látszik, stilizált növényi motívummal körbefuttatva. A talpazaton pedig az Erdés Sándor díj felirat olvasható. A plakettet Boncsér Árpád szobrász tervezte, és Szolanics Elvira keramikus öntötte formába. Az elismerésről és az elmúlt 40 évről Bodnár Zsuzsa hosszabban beszél a péntek esti Weekend című műsorunkban.